Itt szeretnék bemutatni egy falazott kémét. Ilyet láttam itt a szomszédban, tehát ez egy személyes indítatásból van, ami nem csak így egy külső formát akar, hanem elkészített rostéja, tehát megnéztem, hogy hogyan néz ki, és ez valóban így nézett ki. Tehát itt ez általában vasból volt, amit itt ugye megrakták fával, és akkor a hamu ide kihullott, és ezt kiöntötték, és mehetett tovább. A fa darabok, tehát a fát pedig itt esetleg szárazva kellett, vagy nem volt elég száraz, nedves volt, itt mire rakni kellett a következőt, addigra meg is száradt. Tehát régen volt ilyen falazott tűzhely, ilyen még volt a szomszédban. Vagy ha legyen, akkor mutatnék. És ugye ez egy sorozat, mert mindig ugyanaz a női alak jelenik meg. Tehát ez a kredenc, vagy tálalószekrény, így is mondhatjuk. Ez is valós, itt a szomszédomban láttam. Tehát itt is ezek a fiókok mind ilyen mobilak. Tehát ez mind így van elkészítve. Ez természetesen nem, mert az nem tud nyílni. És ez méretei alapján is le van kicsinyítve a valósághoz képest. Nem tudom, még mutassak. Itt van, itt is egy szomszédomnak az ágya. Ebből régen ugye úgy volt, hogy kettő volt egymás mellett, és akkor ezt így beágyazták. A pánákat is elkészítettem, ilyen csipke szélű pánák voltak, és van olyan párna, és pontosan ez az, a BE monogrammal van, és édesanyám Balogh Erzsébet volt, és így rejtek el ilyen apró dolgokat, hogy akkor egy kicsit őt is, őről is megemlékezem ilyen formában. Erzsébet vagyok, itt születtem Nyírpazonyban, iskoláimat is itt végeztem. A későbbiekben, úgymond civil életemben, kezdetben műszaki rajzoló voltam egy tervezővállalatnál, majd mélyépítés tervezéssel foglalkoztam, de a művészetet azt mindig nagyon szerettem, különösen a néprajzot, és ez befolyásolta azt, hogy most agyagozással foglalkozom. Körülbelül 18 éve agyagozom, 2003-ban szereztem meg a fazekas bizonyítványom. Az iskolában úgymond a technikai dolgokat tanuljuk meg, de a többi az már mindenki magán múlik, hogy mi az, amit későbbiekben meg tud formázni, mert az agyag az egy olyan anyag, egy csodálatos anyag, amiből mindenféle formát ki lehet hozni. Itt vannak különböző technikák, és elmondhatom azt, hogy nem csak én formázom
az agyagot, hanem az agyag is formál engem. Nagyon sok mindenre megtanít. Elsősorban a türelemre, kitartásra, esetleges kudarcoknak az elviselésére, és azt a mérhetetlen sok örömet, jó érzést, amit akár munka közben, vagy egy kész darab után át tudok élni. Tehát mindenképpen személyiségét formáló, örömöt, bánatot, mindent ki lehet fejezni vele, hogy miért szeretem ezt az egész mesterséget, a legősibb mesterséget, mert mindig csodáltam azt, hogyha a kezünkbe veszünk egy agyagtömböt, hogyan lesz abból akár korongon, akár laptechnikával, hurkatechnikával, vagy éppen ilyen kis gulyókból egy valamilyen alakzat, egy cserépedény, vagy akár egy dísztárgy. Én annyira nem a használati tárgyakat készítem, hanem inkább átmentem, így ha ezt mondhatom, művészi formákban, tehát inkább figurális dolgokat készítek. Az első munkáim a kisvasztikák, amelyek olyan témákat hoznak, hogy amit a gyermekkoromban megértem, tehát a gyermekkoromból, a gyökereimből táplálkozom, mert nagyon szeretem az egyszerű embereket. Ha megnézzük ezeknek a munkáknak a témáját, feldolgoztam a paraszti világnak a bútorzatát, például egy készfogást, ami abban az időben nagyon-nagyon sokat jelentett, még érzelmeket fogalmazok meg, és számomra ezek mind nemesek és értéket képviselnek. Hurka technikával is rakok fel edényeket, ami azt jelenti, hogy kisodrok egy agyaghurkát, és akkor azt elkezdem formálni, és úgy alakítom nagyobb hurka, kisebb hurka, hogy például ez is úgy készült, hogy raktam a hurkákat egymásra, és akkor egy ilyen váza jött. Vannak különböző korszakaim, van, amikor ezeket a kis szobrokat készítem, fali képeket. Ezeken a kisebb léptékű kis plasztikákon az arcot, a kezet nem annyira dolgozom ki, nem is annyira láttam értelmét, és ezért jött az, hogy elkezdtem ilyen nagyobb mértékben fejeket készíteni, ami egy nagyon-nagyon nagy élmény. Megfogalmaztam hazaszeretetemet, amit egy fali képen szintén elkészítettem. A kis plasztikáim azok nem mázazottak, mert úgy érzem, úgy gondolom, hogy azokat nem is illene, de ezek a nagyobb edények, ezek már mázazottak. A kis plasztikákat kezdted el először csinálni? Szóval akkor még nem is korongoztál igazán? De, korongoztam, de azt még most is csinálom, mert van, amikor összeaplikálom a kettőt, tehát ha például egy korsót teszek egy lánynak a kezébe, azt korongozom. Vagy pedig, ha beindítom az alját, azt korongozom. Tehát van arra szükség, csak az annyira engem nem tud izgalomba hozni, hogy én most csináljak 10 csuprot vagy 20-at. Én nekem mindenből egy darab van. Én kétszer nem szeretem megcsinálni, mert az élmény, az leginkább, amiért csinálom. És még azért csodálatos ez az egész fazekas mesterség, mert mind a négy őselem, ugye a föld, a víz, a tűz, a levegő, ez mind szükséges hozzá, és természetesen az emberi kéz anélkül nem megy.
én ilyen, mert lehetne ilyen sablonokat is használni, én azt nem használok, mert úgy gondolom, hogy így egyedi, és bizony abban, hogy van stílusom, mert senkit nem utánozok, tehát minden azt csinálom, ami bennem megfogalmazódik. A kis szobrokon minden mozdulat, az öltözékek, a kis látom a nén karján a kosarat, hogy ezek mind a fantáziád, vagy van egy ilyen emléked esetleg? Nem, ezek általában emlékek. Tehát ezeknek a kis pasztikáimnak a témái, ezek nem mindegyik a képzelet szüleménye, hanem ezek én általában mind megéltem, láttam, vagy pedig történetekből hallottam, de volt olyan, hogy nem tudtam, hogyan kell mángorolni, mert olyan munkám is van, azt meg kellett kérdeznem egy idősebb valakitől, tehát ilyen tanulmányokat is folytattam. És így, amikor elmondták, te meg is tudod ezt valósítani, szóval látod magad előtt, hogy igen, igen, én úgy gondolom, hogy az agyag az egy olyan anyag, amiből minden formát ki lehet hozni. Tehát nincsen olyan, ami nem lehet, legyen az szögletes, legyen az korongozott, mert ugye korongon csak kör alakút lehet, a többi az teljesen szabad. Azt mondom, hogy annyira aprólékosak ezek a munkák, hogy gondolom nagyon sok időbe telik még egy ilyen kis... Igen, eléggé sok idő, de nagyon sokáig húzni nem lehet, mert az agyag a szárad. Tehát egy ilyen munkát, ne is ezt vegyük, hanem például már nagyobb léptékű szobrokat, azokat már olyan 3 hét alatt be kell fejeznem, mert akkor utána már nem formálható, azt munka közben mindig letakarom egy nejlonnal, és akkor az úgy megmarad, de a végtelenségig nem lehet vinni. És egy munka akkor van kész, ezt szokták mondani, amikor már a polcon van, mert menet közben nagyon sok minden történik, mert nem mindegy, hogy hogyan szárítjuk, nem mindegy, hogy az utómunkálatokat hogy végezzük el, mert ezt egy kicsit meg kell csiszolni égetés előtt, aztán ugye kétszer égetjük, az első égetés az a zsengélés, amikor ez a terakotta szín jön ki, a másik pedig, ha mázazzuk, akkor az egy újabb folyamat. Én általában ezeket olyan 960-1100 fokon égetem, és ez mindig más függő. Meddig tart egy ilyen égetés hosszú? Egy égetés, ez a kemencerakástól kezdve olyan harmadik nap lehet kivenni, mert 100 fok alatt nem szabad a kemencét kinyitni, mert akkor a hőkülönbség az nem tesz jót neki, és az mindig egy akkora izgalom, mert a leggyakorlottabb fazekasoknak is fordulhat elő olyan, hogy akár egy kemencényi munkája is tönkre megy. Én is jártam már így, de az, ha nagyon tetszett és nagyon fájt, akkor azt megcsináltam újra, mert elegendő egy kis lébuborék, vagy vastagabb a fala, mert akkor az robban, mert ha a levegő, meleg levegőbe lemegy, annak ki is kell jönni. Itt nincs nagy kockázat, mert ezeknél, de például ott a fejeknél, azoknál, a nagyobbaknál, az nem annyira, már idézőjelbe mondom, hogy hétköznapi, tehát ott bizony van olyan, hogy kétszer csináltam meg. Az agyagról még lehetne annyit elmondani, hogy először, amikor még a korongozást csináltam, ott fazekas agyagot kell használni. Ez az, ami általában terakottára, cserépszínűre ég. A kis pasztikámnak egy része is ez. Később váltottam
már szobrász agyagra, ami lágyabb, sírosabb, könnyebben formálható, és a fejeknél ott pedig fekete agyagot használok, amit azért szeretek, mert samottosabb. Nagyon szép, amikor ki van égve. Ezeknek az agyagedényeknek a díszítése, az szintén ilyen fantázia szüleménye? Vagy valahonnan ellested? Igen, ez olyan dolog, hogy például ez a fantáziám. Tehát ez ahogy jön. Ezt nem is nagyon tervezem meg, ha ilyesmit festek. Viszont miután szeretnék értéket képviselni, ezért ezek a népviseletek, amik itt vannak, ezeket úgy gondoltam, hogy egy ilyen cserépedényen megörökítem, és ezeket szintén könyvekből, tehát ilyen népművészeti könyvekből veszem, és akkor ez természetesen ez mind kézzel festette. Tehát ez egy más technika, mert van, amikor csak kiégetjük az edényt, itt pedig még a kiszáradt agyagra rájön ez a fehér réteg, és utána én kézzel szépen kiszínezem, és tehát megfestem, megrajzolom, kiszínezem, és utána kap egy transzparens áttetsző mázat, és az hozza gyönyörűen elő ezt a színt, de lehet úgy is, hogy csak így, ahogy van, így kiégetem, és akkor matt lesz, nem pedig fényes. Eszembe jutott, hogy milyen jó lenne figurális dolgokat készíteni, az nagyon bejött. Tehát azt zsinórba csináltam, és általában éjszaka. Mert valahogy úgy éreztem, hogy akkor jönnek a legszebb dolgok, de utána leszoktam, mert már kezdett a nappal, az éjszakával összecserélődni, mert olyan jó volt, hogy éreztem, hogy a faluban mindenki már csendesedik, és én akkor nagyon-nagyon nyugodtan tudtam dolgozni, tehát jöttek a kis plasztikák, utána jöttek a fali képek, az ilyen hurka technikák, azt a mai napig imádom, tehát amit így felrakok, utána jöttek a nagy fejek, fejtanulmányok, akiknek nevet szoktam adni, és abban is igyekszem régi neveket adni. Például Ignác, Vince, Ida, Anna, tehát ezek a szép nevek. Nagyon szerettem a féldombor művet, csináltam címert, például Hajdoltházon volt kiállításom, ott Hajdoltháznak a címerét megcsináltam, az nagyon-nagyon jó volt, Nyírk Pazonynak is a címerét megcsináltam. És ha most eszembe jutott, beszélhetek a kiállításaimról, összesen 9 kiállításom volt. Az első kiállításom az Nyírk Pazonyban volt, itt a faluházban. Tudnélik, én ott születtem, nekem a faluház a szülőházam, ott nőttem fel. És ott volt az életem első kiállítása. A második kiállítása is ott volt. Ezt, ha megengeded, akkor puskáznék egy kicsit, mert leírtam, tehát az első kiállításom az 2004-ben volt Nyírkpozony faluházban, a második kiállítás egy kicsit később, amikor lépni mertem, az 2013-ban volt, 2015-ben volt csoportos kiállítás Budapesten, a Körösi Csoma Sándor Művelődési Házban, 2015-ben, ugyanebben az évben, Hajdóhatász Égerházi Imre emlékházban, ez önálló. 2016-ban a Bencs Villa Európa termében volt egy nagyon szép kiállításom, ahova a kis plasztikáimat vihettem csak, tehát ott meg volt határozva, az nagyon szép volt. És utána 2016-ban meghívást kaptam a Sóstói Múzeum faluba,
ott a Jármi kis nemesi házban volt a kiállításon önálló. Ott is kijött az igazgatónő, és kiválogatta, hogy mi az, amit vihetek. Azt nagyon szerettem, mert két kiállítás volt. Boncsér Árpád, ő is ilyen agyagszobrász, inkább keramikusnak mondom magam, de ő csak ilyes agyagszobrászattal foglalkozott, tehát az egyik teremben az övé volt, a másikban az enyém, és annyira jól megfértünk egymás mellett, mert annyira tudtam vele azonosulni, annyira csodáltam az ő műveit, tehát ezért különösen érdekes. Utána pedig 2006-ban kiírt a Dunapalota egy pályázatot a Hommás Ámar Malonyai Dezső kiállításra. Hát azt hiszem, hogy itt nem gondoltam, hogy be fogok jutni, és itt is, ez is csoportos volt, tehát itt is három munkámmal részt vehettem. Ezt követte 2018-ban Budapesten a Csili Művelődési Központban volt csoportos kiállításom, és most az utolsó pedig Nyíregyházán a Váci Mihály Művelődési Központban, az is csoportos volt. Tehát így jön össze az öt önálló és a négy csoportos. Boncsér Árpád azt mondta, hogy a Lídia, ott egy fejtanulmányom, a magyar portrészobrászat egyik remek műve. Sipos László művész úrtól ő azt írta nekem, hogy a mérték az érték. Tehát ő pontosan látta azt, hogy én nem nagyon szeretem a túldíszített dolgokat. Én inkább az egyszerű formákra törekszem. Tehát nem kell túl cicomázni semmit. Egyébként a legnagyobb kritikusom a nővérem, ő mindent megmond nekem, és itt is szeretném neki megköszönni, mert ő fotózza a dolgaimat, és minden kiállításomat mindig ketten rendezzük. Tehát ő mindig kísér engem. Úgyhogy köszönöm, Erika. Itt a nyírpazonyi gyerekeknek is tartottam szakkört a faluházban. Minden megvolt, ami egy fazekas műhelyben kell, hogy előforduljon. És ez körülbelül 3 évig tartott. Volt olyan alkalom, amikor 30 gyerek is volt. Gyakran már úgy volt, hogy már nem is tudtam, hogy tanítsam is őket, oda is figyeljek. Egyszerre szóltak öten is, hogyan kell, úgy ott szülői segítséget is kaptam, azt nagyon szerették a gyerekek, de ez valami miatt abba maradt. És ilyen, ha lehet megmutatnom, ilyen rajzokat küldtek nekem, mikor vége lett a postaládába, például Hajdu Anikó Erzsike néninek, vagy ja, ő is hajdalni, úgy látszik, ő nagyon szeretne, nagyon szerette. Tehát ezt mind nem személyesen, úgy emlékszem, hanem a postaládában volt. Az agyagozás a legjobb. Ezeket úgy nevezem, hogy a kincseim. El van rakva, megőriztem, hogy a kincseim. Sokan kérdezik tőlem, hogy miért csinálom ezt. Tehát azt már említettem, hogy az érzésért, amit én közben érzek. És én úgy élem meg ezt az agyagozást, hogy kell egy látásmód természetesen. Kell, hogy a téma megfogalmazódjon a lelkemben, a szívem megérintse, és utána jön a kezem, ami megformázza. Tehát én ezt így szoktam összefoglalni. Ez egy nagyon-nagyon szép végszó volt. Vagy szép gondolat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.